Ebben az epizódban azokat a csalizási módszereket, ötleteket, praktikákat szeretném nektek bemutatni, melyeknek ezt a világrekord eredményt köszönhetjük, természetesen a helyszínen készült felvételekkel megfűszerezve. És lássuk, melyek azok a csalik, amelyeknek ezeket a gyönyörű szép fogási eredményeket köszönhetjük. Ugye, mint láttátok, kétféle változat van, az egyikben az oldódó, lebegő fluoro pop-up található, amely ananász és squid octopus ízesítésben található. A másikban pedig a főzött, ami szintén squid octopus és ananászos ízesítésű, melyhez ugye tartozott a két aroma. Amit én most fel fogok tenni csalizáshoz, az egyikre egy oldódó squid octopust, a másikra pedig egy főzött ananászt, amelyet az ananászos aromával fogom egy picit megbolondítani. Hát először is kezdem az oldódóval, amely csak 16-os méretben található meg a dobozban. Ezt fogom felhelyezni arra a végszerelékemre, amelyen csak ólom található. Ez azért van így, mert ehhez az oldódó lebegőhöz egy PVA-ban tettem mellé az etetőanyagot. Tehát így rendkívül koncentrált lesz. Fontos, hogy ennél az oldódó lebegő termékeknél használjatok ilyen kis szilikon csövet a horog mellé, hogy a hajszellőkét odafogjátok. Ezt már is megmutatom, hogy ennek mi a jelentősége. A csalit a horoggal a legjobb szögben kínáljuk fel a halaknak. Tehát ezzel tökéletes akadást biztosítva. Ehhez felkerült még a versenyen PVA, amelybe az etetőanyagból, amit előzőleg bemutattam, kevertem be, abból teszek, de csak keveset. Kevés, kötök rá egy görcsöt a tövébe. A következő mozzanat, amit jó, ha megjegyeztek, horgot beleakasztom az oldalába a PVA-nak, mutatom, és utána az előkéből egy ilyen masnit kötök, nézzétek, mutatom még egyszer, amit ide a görcs alá beakasztok. Meghúztam, és ennek az az érdekessége, hogy dobásnál nem fog leszakadni, és mindig az etetésetek, tehát a PVA-ban található termék fölött lesz a bojli. Az utolsó mozzanat, amit moron használtunk, ebből a vertikális folyadékból fogtuk, és egy-két cseppet a PVA-ra csepegtettünk. Így. Ennyi. Nem is kell több, teljesen felesleges. Ez tökéletesen működött a vízbe. A másik végszerelékre a Fluoro Pop-up ananászos főzött csaliból, ami 10 mm-es, ebből helyezek fel a hajszellőkémre egy darabot. Szintén ugyanaz, amit moron használtunk. Itt is ajánlott a csali mellé a kis szilikoncső, hogy oda fogjuk a hajszellőkét a horog mellé, a legbiztosabb akadás véget. Jöhet a stopper. Jó. Ehhez még egy mozzanat hiányzik. A dobozban található kis aromát felbontjuk, és néhány cseppet közvetlenül a bojlira csepegtetünk. Kicsit ez így agresszívnak tűnhet, de higgyétek el, rendkívüli módon bevált. Ehhez még egy mozzanat van, a bekevert etetőanyagot rágyúrtuk a pasztaolomra. Majd kis pop-upot az előkével, így belehúztuk az etetőanyagba, és ezzel készen volt. Thank you.
Az SBS-nél egyik kapás követi a másikat. Mit gondolsz, milyen hal van a horog végén? Hát valószínűleg amúr lesz. De elég könnyedén jön kifele. És általában ez amúr szokott lenni. Majd, hogyha ide ér a part közelbe, akkor biztos jobban meg fog tátosodni egy kicsit. Mivel csalisztál? Lebegő pop-up van a horgon, és a pasztolomra még etetőanyag van mellé gyúrva. Hány kilós a satszolod? Hát szerintem egy olyan 4 kiló körüli biztos, hogy lesz. Muron szabványom úrnak számít? Vannak kisebbek is, fogtunk már jó párat, ami kisebb volt, de átlagban ilyenek jönnek. Itt vagytok 3 napja, sokat nem aludtatok, hiszen már 800 kiló fölött vagytok, hogy bírjátok? Egész jól, mert megpróbáltuk úgy beosztani, hogy 2 ember mindig kint volt, és akkor egyközben tudott pihenni. Nagyszerű, meg is van a hal. Mindjárt lehet megnézni közelebbről is. Gyönyörű. Reggel, amikor megérkeztünk, mi még csak 800 kiló fölötti eredményről tudtunk, de aztán helyesbítettél, már 900 kiló fölött vagytok. Elképzelt, hogy meg lesz az 1 tonna? Azon dolgozunk, azt szeretnék nagyon, hogy meglegyen tulajdonképpen. Nem azért, mert nem tetemes az előnyünk, tehát tetemes az előnyünk a többi csapattal szemben, de mindenféleképpen szeretnénk, hogy 1 tonna felül tudjunk menni. Ugyanis tudomásunk szerint magyar csapat 1000 kiló fölött még nem fogott Magyarországon versenykörülmények között. Tehát nagyon szeretnénk, hogy ez a rekordkísérlet is magunkénak tudjuk. Rajta leszünk, van még időnk bőven, ha nem jön közbe valami hatalmas frontváltozás, vagy valami hatalmas kéziféket nem húznak a halak, akkor valószínűleg meg lesz. A verseny ideje alatt kizárólag ezt a 4 csalit használtuk a nappali órákban, ez alól egyedül az éjszakai órák voltak kivételek, amikor néha alább hagyott ez a csali, és ekkor a jól bevált M1-es oldódó csalit használtuk, melynek köszönhetően több napig tartottuk a legnagyobb hal díját is, amely több mint 14 kg-os volt. A nappali órákban ugye annyi történt még, hogy ezeket a csalikat, tehát külön a főzöttet és külön az oldódót, az ízesítéseket egymással váltogattuk, amikor egy kicsit valamelyiknek a kapás intenzitása alább hagyott. Ezeknek a termékeknek köszönhetően a verseny 71. órájára sikerült átlépnünk az 1 tonnát. Ugrottam a papucsot. We'll be right back.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Magyar szép! A hazai boldis horgászsport történetének legnagyobb eredményt érte el az SBS csapata. Egy tonna fölötti alatt fogni egészen kivételes teljesítmény. Milyen érzés? Rendkívül, tehát szavakban el nem lehet ezt mondani, ezt nem is lehet főleg a képernyőn átadni, de rendkívül felemelő érzés és hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy mi lehettünk részese ennek a rekord döntésnek. Volt már egy olyan verseny, hogy majdnem futatok ennyit. Így van, egy 96 órás versenyen 968 kg-ot fogtunk. Akkor arányaihoz képest nem a legjobb eredmény volt, tehát ebben az óra kategóriában, tehát 96 órában rendkívüli, viszont volt már egy csapat itt Magyarországon, igaz, hogy románok, akik a maconkai versenyen 1017 kg-ot fogtak 100 óra alatt, de most ezt sikerült megdöntenünk, mert ugye 100 és közben kapás, mert ugye 72 óra alatt több mint 1000 kilót sikerült fognunk, úgyhogy ez rendkívüli. Mit gondolsz, milyen visszhangja lesz ennek a fogásnak? Kétféle visszhangja lesz, az egyik ugye mindenki, aki mellettünk áll, ugye örülni fog, és aki tudja, főleg azok a versenyzők, akik professzionális versenyzők, és tudják, hogy milyen nehéz ezt az eredményt elérni, tehát ez nem hullik az embernek az ölébe, bármennyire is sokan azt gondolják, hogy ez milyen könnyű elérni, ők mindenféleképpen dicsérni fognak, azok, akikben egy pici irítség van, ők rögtön tudom, hogy azt fogják mondani, hogy hát persze könnyű, mert jó helyen voltak, aláírom, hogy jó helyen vagyunk, de én biztos vagyok benne, hogy attól, hogy jó helyen vagyunk, az még édes kevés. Tehát, hogy ha más idézőjelben úgy mondom, egy kicsit gyengébb csapat ideült volna, én biztos vagyok benne, hogy nem sikerült volna ezt az eredményt elérni, de abban is biztos vagyok, hogy van még olyan csapat Magyarországon, aki el tudta volna érni ezt az eredményt. Már az 1000 kg átlépése is rendkívül felemelő érzés volt csapatom számára, de itt a verseny nem állt meg. Több mint 1415 kg halat sikerült a verseny végére kifárasztanunk. 96 órán keresztül folyamatosan fárasztottunk, így ez a kupa nem csak az első helyezést jelent számomra, hanem az életem egyik legmeghatározóbb eredménye. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Ezer Jótó vezetősége nevében. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy a Gigászi küzdelemben a 96 órás második nemzetközi boilis kupán sportszerűen az időjárási viszonyoknak megfelelően hol a meleggel megküzdve, hol a 90-100 km/h széllel végigcsináltuk együtt ezt a kupát. Szép eredmény született, illetve született egy kiemelkedő csúcs is, amire majd a végén visszatérnénk. Első helyen végzett az SBS Siko Team 1415 kg 4 dekás fogással, mely kiemelkedő, azt hiszem, hogy ez egy különleges értékű világcsúcs döntés volt, amelyhez nagyon-nagyon szeretnék gratulálni az Ezer Jó vezetősége nevében. Szóval ott tartottunk, hogy megígértem, hogy megmutatom, mi is a különbség a téli és a nyári változat között. Ez az oldódó téli változat, amely cranberry ízesítéssel van ellátva. Ebben természetesen ugyanaz az oldódó csali squid octopus és ananász ízesítésben található meg. Ehhez társul ugyanaz az etetőanyag, mint eddig, és most jön a különbség, amely egy téli Flumino Grand Bait mixer, mely cranberry ízesítés el van ellátva. Láthatjátok, hogy ez már a színéből is látszik a különbség, ez egy sötétebb, kimondottan hideg vízre ajánlott folyadék, amellyel ugyanazzal a módszerrel kell bekeverni az etetőanyagot. Be is keverem. Ez a bekevert etetőanyag azonos azzal, amivel eddig is
ugye a forgatás alatt horgáztam, és amelyekkel azokat a halakat fogtam, amelyek nem hagyták elmondani ezt a bemutatót. Jöhet ugyanúgy a fél liter hozzá, folyadék, ami előre ki van mérve hozzá. Készen is van. Ha esetleg valakinek tovább áll, és egy picit szeretné még megnedvesíteni, akkor nyugodtan adhat hozzá a tóvízéből egy keveset. De jól látható, itt frissen bekeverve, tökéletesen tapad. Végre eljutottunk ahhoz a pillanathoz, hogy horgászni tudjunk. Van még hátra körülbelül egy óránk addig, hogy lemenjen a nap. Ugyanazt a technikát ugye fogom alkalmazni, mint amit Móron, csak ugye ezzel a hidegvízi változattal. Az egyik botomra ugye rágyúrom az etetőanyagot, amelyen rajta van a főzött fluoropop-up, amit már ananász aromával bearomásítottam, és ezt belehúzom az etetőanyagba az előzőleg bemutatott módon, és mehet is be. Fluoro oldódó lebegő csali Squid & Octopus ízesítésű, ami mellé ide rakom a PVA-t az előzőleg bemutatott alapján, és jöhet rá a Fluminol Liquid koncentrát. Kész, mehet be! Ugye ez volt az oldódó változat, ami cranberry ízesítéssel van ellátva. Most nézzük, mit tartalmaz a mes speciál, nem oldódó változat. Nyári változattal azonosan ananászos és Squid Octopus főzött 10 mm-es cseri. A hozzátartozó szintén ugyanolyan aroma ananász és Squid Octopus. Ugyanaz az etetőanyag. És ehhez egy mes speciál ízesítésű Flumino Grand Bait Mixer folyadék. Tehát tulajdonképpen az ízesítésben csak a hozzáadott folyadék változik. Engedjetek meg néhány gondolatot még erről a termékről. Ennek, mint láthatjátok, a pontos neve All In Flumino Box. Az All In azt sejteti, hogy minden benne van a dobozban, ami ugye tulajdonképpen ez így is van, tehát minden termék megtalálható benne, ami ahhoz szükséges, hogy elinduljatok horgászni, és ilyen jó eredményeket érjetek el. Aki a maximumra tör, és szeretné még egy picit kiegészíteni, az a rövidesen piacra kerülő Flumino Liquid koncentrátummal még egy picit megspékelheti, azok alapján, hogy bemutattam nektek, a vertikálisat használjátok a PVA termékekhez, a horizontálisat pedig az etetőanyaghoz csepegtetve. Még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a termékcsaládot ebben a dobozban azért találtuk ki, hogy ez tulajdonképpen egy belépő szintű komplett csomag, amellyel ti is kipróbálhatjátok, hogy valóban ilyen fogós ez a termék, de úgy gondolom, hogy az eredmények magukért beszélnek. És a másik nagyon jó hír, hogy akit már meggyőzött ez a termékcsalád, ők magukban is megvásárolhatják ezeket a termékeket, tehát lesz külön pop-up, külön etetőanyag, tehát mindenki saját magának, amire szüksége van, külön-külön is megvásárolhatja ezeket a termékeket. Kívánok nektek is legalább ilyen eredményes fogást, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!
Ez most a Squiden Octopus, azaz polip és tintaha oldódó fluoropopápra jött. Rendkívül gyors, hatékony csali, ilyen igazi intenzív horgászatra. Nem minden helyzetben és minden időben működik, de amikor működik, akkor rendkívüli. Jó hideg a víz. Biztos vagyok benne, hogy 10 fok alatt van, és mégis ilyen eredményesen tudunk halat fogni ezzel a csalival. A nyári termékcsalád már bizonyított, bízom benne, hogy az a téli termékcsalád is meggyőző volt számotokra, hogy ezzel is érdemes próbálkozni ebben a hideg vízben.